Kubáról jöttél, ugye? Igen. Megvannak már a fejedben az új szerepek? Hát ez most egyelőre egy szerep, de hát épp elég. Bertolt Brecht Galilei élete, és én játszom az öreg Galileit. Címszerep. Címszerep, de annyi könnyebbség van, hogy én csak az öreget játszom. Tehát kevesebb, mint a fele, de több, mint a harmada. Szóval egy ilyen 35 oldalos szöveg. Könnyen megy 35 oldal? Én úgy tanulok, hogy másolom, mint egy szerzetes. A végtelenségig, amíg be nem ég az agyamba. És így sokkal könnyebb megtanulni, mint hogyha leülnék magolni, mert az lélekromboló. Úgyhogy most már ott tartok, hogy 5 jelenetem van, azt hiszem, hosszabb, rövidebbek, de 4 jelenettel szinte 90%-os szövegtudás van. Úgyhogy ma lesz a rendelkező próbám. Én egy gyáva színész vagyok, meg hát elég idős vagyok ahhoz, hogy féljek attól, hogy meg tudok-e még tanulni ennyi szöveget. De hát lekopogom, hogy megy még. Te megszereted a karaktereidet? Muszáj. Muszáj, különben nem tudnék bemenni a színpadra estéről estére. De a legkisebbeket is, szóval tényleg. Igyekszem úgy próbálni olyan kreatív ötleteket belerakni, amitől úgy érzem, hogy az az enyém. Olyan, mintha én írtam volna, vagy nekem írták volna. És hogyha ez a rendező elképzelésével is találkozik meg a kollégákéval, akkor nyert ügyem van, akkor nyugodtan be tudok menni a színpadra, mert tudom, hogy közöm van hozzá, én is alkotótárs vagyok, nem egy végrehajtó. Hát nézd, meg kell piszkálni a lelkünknek mindig azt a csatornáját, amire éppen szükség van, meg az agyunknak azt a csatornáját, amire éppen szükség van. Ha ez a Tóth Lajos, a Tótékból, ha ez a negyedik Henrik, vagy a Falstaff, vagy Eddikárból, nem van, most hagyd ne soroljam fel a összeszerepe, vagy a Shakespeare mosóból a Kapulek. Szóval ki kell piszkálni az egyéniségünkből azt a pici szeletet, amire azt mondják, hogy na ez Galilei, na ez Tóth Lajos, na ez Eddikárból. Te tudsz egyébként rajongani? Akár karakterekért, akár színészekért, zenészekért, bárkiért, ahogy mondjuk vannak, akik nyilván rajongnak téged különböző szerepek miatt. Én nagyon jó közönség vagyok, egyrészt a színházban megyek, pláne a saját színházamban, meg én nagyon nagy rajongója vagyok a kollégáimnak. Hát volt egy konkrét eset a Hamletben, én voltam a Polonius, és a Gálfi Lacinak, mint színész királynak volt egy nagy monológia, és annyit kellett volna beszólnom közben, hogy hosszú. Most az történt az egyik előadáson, hogy a Gálfi játszott, és én elgyönyörködtem benne, rácsodálkoztam, hogy ez milyen fantasztikus színész. Hát mondom, ez őrület. És milyen finoman játszik, és milyen világhírű az előadás módja. Hát mondom, ez elképesztő. És azt hallom a sugótól, hogy imi. Majd hallom, hogy imi, de hát ez a Gálfi akkor is csodálatos. De csak részbe kaptam, hogy ez az imi én vagyok, és meg kéne szólalnom. Úgyhogy egy kis péttel még rátettem, és bemondtam, hogy hosszú. És azon szoktál gondolkodni, hogy a közönségnek mit ad, akár az, amit a színházban ti ott csináltok, vagy akár bármelyik filmet, sorozatot, amikor ők azt nézik. Mert vannak, akik erről nagyokat gondolnak, valaki meg azt tudja mondani, hogy hát jól érezték magukat, tetszett neki, örültek. Jobb lett az estéjük. Én azokat az estéket élvezem, amikor szinte kézzel fogható, vagy legalábbis érezhető, és a levegőben is benne van az, hogy a nézők jönnek velünk. Tehát az elején sikerül megütni egy olyan hangot, ami személyesen megérinti őket. Ez legyen egy anyámtyúkja vers, sesest, vagy legyen mondjuk akár tényleg a negyedik Henrik, akkor érezzük, hogy jönnek velünk, és tulajdonképpen azt csinálunk velük, amit akarunk. Mert nagyon pozitív mind a két hozzáállás, a nézőtéré is, és a színpadon játszóké is. Na, ha már vers, emlékszel az első versre? Vagy az első versek egyikére, amit megtanultál? Hát igen, 4 éves koromban lehetett a Füstbe mentett talán. Nagymamától. Ő rokkant nyugdíjas volt, és én aztán így nem is jártam óvodába, mert ő volt velem otthon, és hát neki az volt a rögeszméje, vagy a hobbija, nem tudom, vagy a küldetés tudata, anélkül tudott volna róla,
hogy nekem 4-5 éves koromban elkezdett verseket tanítani. És akkor azt én ki is próbálhattam a szomszédba, mert esténként összejártak az emberek pletykálkodni, meg kukoricát morzsolni, és amikor ezekből kifogytak, mindig azt mondták, hogy imi mondj egy verset. És akkor ott tapasztaltam én először, hogy mi az, hogy néznek, sokan, 30-40-en néha, hogy sokan néznek, hogy hüppögnek, vagy mosolyognak, vagy kuncognak, vagy egy hümm. És akkor később megtanultam az iskolában, hogy ez volt a katarzis, amiről az előbb beszéltem. Nekem a nagypapám tanította mindig így kapálás közben a verseket, és azt is tudom, hogy vannak unokáid, és az eszembe jutott, hogy például ott lehet verseket mondani nekik. Igen, néha szoktam is anyám tyúkját, családi kört. Képzeld el, hogy egyszer még a papagájunknak is megtanítottam az anyám tyúkját. Hetekbe telt, de addig ültem előtt, és mondtam, amíg 4 sort el tudott mondani. Tényleg. Hogy lehet azt megcsinálni, mert 1-2 verset az ember meghallgat, igen, de mondjuk 60-70-80 percig verseket hallgatni, az így laikusként soknak tűnik, meg monotonnak tűnik, hogy ezt hogy lehet úgy csinálni, hogy ott maradjon a néző. Van ez az Imi mondj egy verset című estem, úgyhogy ott egyedül vagyok 70 percig. Na most ehhez 2 dolog kell. Szerencsére az megvan, hogy a nézőkben, a közönségben megvan az igény az irodalom iránt. Tényleg a kicsiktől az idősekig mindenkiben. A másik meg az, hogy oda kell figyelni, hogy rögtön össze az ember a műsort. Hogy változatos versek legyenek benne. Én arra törekedtem ebbe, hogy mintha egymásból folynának, következnének a versek egymás után. Ez egyébként egy különleges tudás? Mert szépen beszélni azért sokan tudnak, színészek közül nyilván, de hogy szépen verset mondani, vagy igazán jól mondani, aztán kevesebben. Én azt gondolom, ezt a Jőze Lajostól tanultam, hogy nem a verset kell mondani, hanem a költőt. Arról szoktál itt ott beszélni, hogy a nyugdíjat azt úgy nehezen tudod elképzelni, a kevesebb munkát azt igen. Az olyasmi van még a fejedben, hogy mi az, amit még mindenképpen meg akarsz csinálni, bármi eljátszani, valami hiányérzet esetleg, amit így a pályád alatt nem tudtál még megcsinálni. Fiatal koromban szerettem volna eljátszani a Merkúciót, azt most már késő. Bottal ütettem anyomát. Tehát nincsen bennem ilyen. Uh-huh. Én amit eljátsz, arra törekedtem mindig, hogy amit megkapok, azt eljátszom a legjobb tudásom szerint, meg a rendező legjobb tudása szerint. Nincs különösebb hiány, nyilván vannak még szerepek, amiket eljátszhatnék, de egy picit vissza kell fogni, picit be kell húzni a kéziféket. Mert én nagyon sokat dolgoztam, és nyilván nem lehet csak úgy elmenni nyugdíjba, és természetesen jövő 25-től kezdve játszani fogom a meglévő szerepeimet, csak most egy kicsit nem akarok újat vállalni. Meg járom én az országot, tehát nem vagyom én abban a szakmát, járom én az országot, meg elmegyek rádiókabaréba, vagy ahova hívnak a verses estemmel. De most ilyen nagy, hogy mondjam, na, azért ez a színészet, ez a színház csinálás, azért ez meglehető stresszel jár. És ezt most én szüneteltetni akarom egy kicsit. És akkor mi lesz helyette? Pihi, nyugalom, stresszmentes időszak. Igen, kertészkedés, szőlészkedés, kaszálgatás. Isten nyugosztalja, a Király Levi bácsi mondta, a fia akart vele még játszani egy közös darabba. Azt mondta, hogy elég volt a félelemből. Ezt stressznek mondtam én az előbb, úgyhogy lépjünk ezen túl. Köszönöm szépen. Kérjük, támogassa a Klubrádió fennmaradását. Köszönjük!